Kérem, a közmédiában nincs olyan műsor, nincs olyan híradás, ami nem negatív színben tüntet föl bennünket. Semmi. Tehát nincs olyan hír, ami nem arról szól, hogy mi milyen gonoszak, rosszak vagyunk, már lassan az időjárásért is mi vagyunk a felelősek, kivéve a napos időszakokban, mert akkor azért az Orbán a felelős. De ha esik, akkor már rögtön a köztévében mi jutunk mindenkinek az eszébe, aki hír gyárt. Sőt, ott tartunk, kérem, ott tartunk, hogy a távirati iroda, az a Fidesz számára kellemetlen témájú sajtótájékoztatókról, hát egyszerűen nem ad hírt. Mert akkor úgy gondolják, hogy ami a Fideszre nézve negatív, arról nem kell hírt adni, mert még a végén az emberek értesülnek róla, hanem azt agyon kell hallgatni, így történt ma is egy sajtótájékoztatónkkal, az Index portál hál' Istennek megírta, volt egy sajtótájékoztató, ami azt firtatta, hogy az egyik fideszes képviselőnek a vagyona az éppen hogyan alakult úgy, ahogy. Na hát erre úgy gondolta az MTI, a Magyar Távirati Iroda, közpénzből finanszírozott intézmény, hogy erről nem kell hírt adni, mert hát ez kit érdekelne, nem itt Magyarországon, ami a fideszesekkel kapcsolatos adott esetben kritikára okot adó, vagy kérdéseket fölvető információ. Na, hát bizony az élet színvonala az jelentős mértékben zuhant Magyarországon. Hát ott tartunk, hogy 10-ből 8 magyarnak az élet színvonala csökkent. Ott tartunk, hogy az Európai Unió, nem a mi mondásunk, az Európai Unió statisztikája szerint 3,3 millió szegény ember él Magyarországon. Egy másik nemzetközi szervezet, az OECD, egy olyan tanulmányt adott ki, amiben az van leírva, hogy Magyarországon 31%-a az embereknek éhezik. Éhezik, nem szegény, éhezik. Ez azt jelenti, hogy az összes OECD ország közül, ami több, mint az Európai Unió tagállamai, Magyarországon kívül csak Törökországban és Mexikóban rosszabb ez a szám. És ugyanez a tanulmány azt is kimutatta, hogy az OECD országok közül egyetlen egy helyen csökkentek az állami szociális kiadások, nem találják ki melyik országba, Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy jelentősen nőttek Magyarországon a jövedelmi különbségek. A felső 10% és az alsó 10% között, kérem, ma már 9-szeres a különbség. Abban a 8 évben, amit átkoznak, abba kérem, csökkent a jövedelem különbség világgazdasági válsággal együtt is, nem pedig nőtt. 60 éve nem voltak ilyen rossz, nem tévedés a szám, 60 éve nem voltak ilyen rossz szociológiai mutatói ennek az országnak. Most arról nem beszélve, hogy több tízezer gyerek éhezik, több százezer gyerek pedig nem jut megfelelő táplálékhoz. És kérem, azok a gyerekek, akik éheznek, na azoknak a szülei már nagyon régóta éheznek.